Tavaly készült egy felmérés az OTP Etik Alapítványának a megbízásából, amely szerint összesen a 6%-a a 16 és 24 év közötti fiataloknak tervező jövőjét Magyarországon. Mit gondol erről? Erről azt gondolom, hogy akkor lehet Hajdú-Bihar megyében a szülőhelyükön megtartani a fiatalokat, hogyha ezeken a településeken nem csak születni, hanem élni is érdemes. Ennek az egyik föltétele a minőségi munkahely, ahol jól fizetnek. Erre Debrecenben és környékén már, és a jövőben még inkább lehetőség lesz. És az, hogy egy fiatal Hajdú-Bihar megyét válasz hosszú távon, annak az is föltétele, hogy a napi életminőség, óvoda, iskola, közelben egyetem, szórakozási lehetőségek, kikapcsolódási lehetőségek, mobilitás, közlekedés jó minőségben rendelkezésre álljon. A legtöbb, amit megtehetünk, hogy országot építünk és országot fejlesztünk, és a napi életminőséghez hozzájáruló beruházásokat valósítunk meg annak érdekében, hogy a fiatalok szívesebben válasszák Magyarországot, annál mint hogy elhagyják ezt az országot. Ez a legtöbb, amivel hozzá tudunk járulni települési szinten ahhoz, hogy egy fiatal itt tudjon maradni. Nézzel, most megnézi azt, hogy Győrben az Audinál vagy az Audi beszállítóinál mennyit keres egy fiatal, és ez hasonlóképpen ez Debrecenben és Szegeden is, akkor ez egy nagyon jó ajánlat a környékben élő fiatalok számára, hogyha a high-tech iparban, autóiparban és azokban az iparvállalatoknál helyezkedik el majd a fiatal, amelyek itt Debrecenben már itt vannak, vagy itt lesznek. Ennél jobb ajánlatot Nyugat-Európában sem fog tudni kapni, mi pedig azt garantáljuk, hogy megfelelő színvonalú életminőség lesz azon a helyen, ahol született. Akkor, ez a legtöbb, amit hozzá tudunk ezt tenni. Akkor másképp kérdezem, hogy mi lehet annak az oka, hogy 13 év kormányzás után az önök kormányzása alatt felnőtt fiataloknak a 6%-a szeretne Magyarországon maradni, 68%-uk szerint rossz az állapota az országnak. Mit árul el az önök kormányzásával, ez mit gondol? Nyugalom, polgármester úr. Először is nem ismerem a kutatást, el kell ahhoz olvasnom, hogy szakszerű és pontos választ adjon önnek. Ezek a számok, ezek pontosak, ezek mutatom, a kutatás. Újságírók soha nem hazudnak, soha nem fordult meg el. De azt tudom önnek mondani, hogy Magyarországon azoknak a fiatal felnőtteknek a száma, akik külföldön vállalnak munkát, folyamatosan csökken, azoknak a száma, akik visszajönnek külföldi tapasztalatok birtokában, folyamatosan növekszik. Az, hogy Magyarországgal, a magyarországi állapotokkal elégedetlen egy fiatal, én is elégedetlen vagyok a magyarországi állapotokkal, mégis Fidesz szavazó vagyok, sőt a Fidesz kormány minisztere vagyok. Hát jól ezért, dolgozom, hogy jobb állapotok legyenek, tehát az elégedetlenség az előrehajtja az embert. Ezért mondtam azt, hogy ha növekszik az életminőség, nő a GDP, többet keresnek a fiatalok és jobb az életlehetőség számukra, akkor szívesebben maradnak itt. Ezt a kérdést fölteheti egyébként Európa leggazdagabb országaiban is, hiszen minden országban a nyugatra való elvándorlás aránya nem csökken, hanem adott esetben nő. Ausztriával is rengeteg fiatal megy el, Németországban is rengeteg fiatal indul el Amerikába, ott is érdemes ezt a kérdést föltenni. A folyamatot úgy lehet megállítani, hogy egy versenyképes ajánlatot próbálunk tenni, aminek van is hatása és eredménye, hiszen a visszaköltözők száma folyamatosan nő Magyarországon. Köszönöm szépen, a fiatalok a négynek átadjuk a szót.